Igen, ez a veszély mindig, hogy mondja valami vicceset a humorista, pedig hát a humorista attól az Éles István, jó reggelt kívánok, szervusz! Jó reggelt kívánok, tisztelettel! Az utcán megállítanak, hogy parodizálj valakit, és legyél nagyon vicces? Vagy ezt nem, már sikerült levetni magadról? Nem, ez régebben volt, ez régebben. Most, hogy ilyen korpulens úriember vagyok immár, ez már ritkábban fordul elő, hogy mondjon valami vicceset, de olyan igen, hogy hol van művész úr, hát rég hol láttuk. Van művész úr? Hát, ahol tehetem, természetesen föllépek, hiszen néha meghívnak, de vitathatatlanul kevesebb lett a műsor, te mint régebben volt. Vagy a közönség? Hát az életkorral azt gondolom, hogy az ember humora is változik. Én valamikor gyerekkoromban a Stanispan filmek közben én lefordultam a fotelről. Én annyira élveztem. És hát persze változik az ember, úgyhogy ma már ilyenfajta számokat meg sem nézek. Mert valahogy vártam a torta csatát, oda voltam én érte. Én megpróbálkoztam és vele, a gyerekeimnek megmutassam, mert emlékeztem rá én is, hogy visítva röhögtem. Igen, igen. És hát ültek a tévé előtt, és néztek rám, hogy ezt most nekik miért kell. Hát mert nincs benne semmi különösebb horror. Hát egyik se hal meg tőle. Meg lassú. Hát ugye mire ráfordulunk egy poénra, pedig hát az egy gyors világ volt, hiszen gyors képek voltak. Na jó, ennyit erről, viszont rólad ne ennyit. Tehát azt mondod, hogy kevés a fellépési lehetőség. Akkor mit csinál a humorista, ha nem tud fellépni? Akkor miből hát akkor mi kitalálja, akkor kitalálja, hogy hogy lesz több. Tehát, hogy hogyan tudja magát visszapozicionálni abba a helyzetbe, amikor szívesen de és sok felé hívták. Hát rádiókabaré van, stand-up van, sőt, stand-up most van igazán. Hát ez a te műfajod. Lehet, hogy a szerkesztők nem úgy ítélik meg. Én a rádiókabaréban már 5 éve nem voltam. 2007 szilveszterén volt a hattyúdalom, és ez valódi hattyúdal volt, mert valóban énekeltem is. Politikusok hangján énekeltem el. Hát lehet, hogy ezért nem hívnak azt. Nem, ez nem valószínű. De miért nem? Ki tudja, nem tudom. Jó, tudod, ott volt egy váltás. És a stand-up miért nem? Tessék? És a stand-up miért nem? A stand-up? Hát ez te magad vagy. Kiállni egyedül és szórakoztatni, az te magad vagy. Igen, talán meg kéne vele igazán próbálni, de azért legyünk őszinték, hogy azért az én igazi nagy korszakom az végül is a rendszerváltást követően az volt, amikor elszabadultak a humoristák, és bármiről, bármikor beszélhettek. És én nekem például megadatott az óriási kegy az élettől, hogy végre már nem csak Kádár Jánost lehetett, vagy kellett utánozni, hanem kinyílt a világ. Minden politikust lehetett. Kérlek, Torján Józsefe sokkal jobban járta. Na de Na de hát nem csak vele, hát gyakorlatilag az egész paletta. És nem beszélve arról, hogy az a világ az azért adott nekem két nagyszerű embert a parlamenten belül, egy Bánfi Györgyet és egy Darvas Ivánt. Akit, hogyha a szerkesztő azt kérdezte, hogy politikusokat utánozom, mondom, jó, lehet politikusok is, de a politikusok között kiváló színészek is ültek a parlamentben szerencsére. Most erről aztán... az jutott eszembe, hogy Bánfit meg Darvas Ivánt hangban megidézted, hogy a mai sztárokat meg tudod idézni? Foglalkoztat ezt téged még? Mert a mai fiatalok azt se tudják meg ki Darvas Iván. Ami borzasztó, hát de így van. Igen, de azt gondolom, hogy foglalkozni kell a maiakkal is. Igen, meg kell tanulni, rá kell gyúrni, ahogy szokták mondani. Igen, a Csányi Sanyira, vagy a Szabó Győző, a másik Csányi Sanyiról beszélek, a színészről, bár az egyik Csányi Sanyinak is jobban fizetnek, van neki egy kis beszédhibája, és nekünk az Eldorádó, hogyha egy közszereplőnek van valami kis beszédhibája. Na jó, de ilyenkor ki kell találni még valamit. Még a stand-upot akkor ezek szerint nem ízlelted meg igazán abban a formában, bizonyos hogy értelemben zajlik. Csinálom. És akkor most itt van ez a Ratko műsor, mert ott egy Ratko korszakos gyerek vagy, és hát Ratko Anna féle korszakról pozitív értelemben ritkán szoktak megemlékezni, mert hát ugye az a magyar anyák szörnyű időszaka volt, amikor szülni kellett. De hát a te generációd meg... A gyerek nem tehet semmiről. Meg ebből a szempontból egyfajta összetartozást is fel tud mutatni? Vagytok ti egy generáció?
Igen, különösen akkor, hogyha el tudom hitetni az én generáció társaimmal, hogy ha visszamegyünk egy kicsit az időbe, a gyerekkorunkba, az ifjúkorunkba, amelyet körülbelül hasonlóképpen éltünk meg, más társadalmi és családi háttérrel természetesen, de ugyanazoknak a nehézségeknek voltunk kitéve, ugyanúgy föl kellett kötni a nyakkendőt, hogyha be akartunk menni az ifjúsági parkba, ugyanúgy délelőtt, délután kellett iskolába járnunk, mert nem volt elég osztályterem, és sorolhatnám, hogy mi mindenről lecsúszott ez a generáció. Azt szoktam mondani, hogy viharvert generáció vagyunk, de azért ilyenkor mindig meg kell említsem azt, hogy azért mi az előttünk lévőkkel együtt, a 46-52 között születettekkel együtt, azért abból a borzalomból, amit háborúnak neveznek, abból szerencsére mi már kimaradtunk. Tehát nem véletlen, hogy Szilágyi György annak idején a Hanyas vagy című csodálatos művét a 28-asokról írta meg. És én újra meg újra kísérletet teszek arra, hogy nekünk 53-asok, 57-esek közötti korosztálynak írjak valamit, és mutassak be valamit. Megfogalmazd a generációt? Igen, azt gondolom, mert van benne olyan, ami összeköt minket. Ha manapság persze széthúzunk, akkor is. Mert hát ez egy ilyen ország. Volt egy sajtótájékoztatód ebből az alkalomból, hogy valamit csinálsz ezzel a Ratkó korszakkal. És abból nekem nem sikerült kihámoznom, miközben a sajtótájékoztató nem voltam, csak a sajtóanyagot láttam, hogy igazából mire készülsz? Egy színpadi műsorra, vagy ennél sokkal többre? Többre is, kevesebbre is három dolog lehet benne. Az egyik, hogy olyan emberekkel fogok találkozni azokon a kvázi magánpartikon, vagy kisközösségi partikon, ahol a 60. születésnapját ünnepli az adott Ratkó generációhoz tartozó. Éles István szülinapi műsort ad? Gyakorlatilag igen, erről van szó, igen. Hiszen születésnapi műsort mi véletlenül is adtunk már életünkben, hiszen jó néhányszor előfordult az velünk előadói pályánk során, hogy megérkeztünk egy fellépő helyre, ahol ott találtunk nagy installációkat, hogy az ott jelenlévő ünnepelt ember most éppen 50 éves, 45 éves, vagy 60 éves, holott mi egy céges rendezvényre mentünk el, és nem tudtuk, hogy hova érkezünk, és ott derült ki. Na most ez később is újra meg újra előfordult, és való igaz, én bevallom, hogy pályám korábbi szakaszán azt mondtam, hogy én magánrendezvényre nem, illetve volt egy kitételem, hogyha ez egy művelődési házban történik, és nem magánházban, akkor esetleg beszéljünk róla. Tehát a ronyírázós magánpartikra nem vágytál. Így van, így van. És én úgy döntöttem, hogy ezt én bizonyos értelemben feladom, de csak egy feltétellel, hogyha a sajátjaimnak játszhatom. Tulajdonképpen hát két latin közmondás az, ami ezt a sajtótájékoztatót fémjelzi, vagy mutatja a lényegét. Az egyik az, hogy navigare necesse est, vagyis, hogy hajózni már pedig muszáj, akinek van hajója, vagy ha nincs hajója, de van a hajózáshoz képessége, mondjuk például nekem, akinek van némi humorom, van rálátásom erre a korosztályra, ami valamikori ifjú és gyermekkorunkra, és van közös élményünk, akkor nekem abból érdemes megcsinálni azokat a számokat, amelyeket bizonyára nagyon-nagyon élveznek az ott lévők. Hát mert te magadról beszélsz, róla beszélsz, és ez fordítva is igaz. Ha ez őt méltatod, vagy ünnepled, magadat is ünnepled vele. De mondhatod, hogy van még együtt, két vonalad. És vele együtt természetesen arról is van szó, hogy ez az ünnepség, vagy ünneplés, ez róla szól, nem rólam. Tehát én úgy, mint ahogy az természetes is ebben a szituációban, megismerkedem azzal az emberrel, pontosabban nem vele, hanem azokkal, akik ezt a meglepetés műsort róla akarnak adni. Na várj, mondtad, hogy van még két dolog, ezt nagyon gyorsan még akkor mutasd meg, hogy mi az a kettő. Az egyik dolog az, hogy ezekből a műsorszámokból egy önálló műsor áll össze ennek a generációnak a számára. A következő pedig, ami egy lehetséges kifutása a dolognak, hogy ahogy megismerkedem ezekkel az emberekkel, ezekkel az életekkel, pályákkal, abból lehet, hogy egy riportkötet következik. Mert engem az ember érdekel elsősorban ilyenkor. Hát és így lesz meg a generációs élmény a végére számodra is. Bízzunk benne. Sok jót kívánok hozzá. Azt nem hittem, hogy valaha Ratkó Annát még valamilyen összefüggésben méltatni fogják ebben az országban, de így értem, hogy miért teszed. Éles István, minden jót. Köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm én is.